Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket itt a Start Plus-ban. Általában ebben a bő fél óránkban azt szokhatták meg, hogy könnyedebb témákkal foglalkozunk. Ezt most azonban az első témánkról nem mondhatom el. Arról a brutális esetről van szó, illetve beszélünk a következő percekben, amikor Szegeden megvertek egy lányt, mégpedig azért, mert azt hitték, hogy a barátja bevándorló, és a vendégünk, akivel erről a témáról beszélgetünk, Krémer Ferenc, szociológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mennyire tekinthető ez az esemény a bevándorló ellenes hangulatkeltés eredményének ön szerint? Én azt gondolom, hogy rendkívül szoros az összefüggés. Ha csak például arra gondolunk, hogy az elkövető, akit azóta valószínűleg elfogtak a rendőrök, gyakorlatilag szinte szó szerint Orbán Viktort idézte, amikor azt mondta, azt kiabálta a magyar állampolgár fiatal férfinek, hogy takarodjon haza. Orbán Viktor pedig azt mondta nemrég a rádióban, hogy ez itt nem lesz a ti hazátok. Ez igen, tehát a miniszterelnök nem a takarodj szót használta, de természetesen finomabban fogalmaz, de a tartalom ugyanaz. Tehát rendkívül szorosnak tekinthető az összefüggés. És hát vegyük figyelembe, hogy leginkább ez a bevándorló ellenes kampány, plakátsorozat, sőt az új plakátokon, a Magyar Reformok Működnek című plakátokon is van egy olyan plakát, amelyik arról szól, egy fiatal hölgy mondja, hogy nem akarok bevándorlókat ebben az országban, vagy valami hasonló a szöveg, és a Magyar Reformok ezek szerint működnek, mert ő nem akar ilyet. Tehát rendkívül szoros az összefüggés, és a szélső jobb oldalt mobilizálja ez az egész. Meg szerencsére azokat az embereket, akik segíteni akarnak a menekülteknek, de ez az akció, ez a támadás, ami talán az első ilyen fizikai erőszak volt a menekült ügyben. Hát a menekültek ellen valószínűleg több fizikai atrocitás is történhetett már, de ez is arra hívja föl a figyelmet, hogy az a szimbolikus erőszak, amit a Fidesz 2002 óta folyamatosan használ, az valóságos fizikai erőszakká változik át. Tehát megnyitották a kapukat a fizikai erőszak előtt. Hát most volt olyan eset is, amikor ez humorosan sült el, amikor Szegedre vagy Ásotthalom környékére megérkeztek a szélsőjobboldali csikósok, és eltévedtek a nagy magyar alföldön, de ez csak véletlen, hogy nem találtak menekültet, mert ha találtak volna, akkor a fizikai erőszaknak újabb eseteit figyelhettük volna meg. Lehet, hogy most meg fog lepődni, Bajár Zsolt publicistát idézném, aki azt mondta a szegedi elkövetekre, hogy agyatlanok, hogy a társadalomban semmilyen helyük nincsen, tehát teljesen érthető módon rettentő elképesztően nyilatkozott róluk, ez teljesen érthető. Viszont ő hozzátette, hogy ő azt mondta, hogy ha nem lenne egyetlen centiméter kerítés sem, vagy nem lenne egyetlen bevándorló sem, ez a cselekmény akkor is megtörtént volna. Tehát azok az emberek, akikben ilyen hajlam van, hogy a másságot semmilyen formában nem fogadják el, azoknál teljesen mindegy, hogy van-e egy ilyen bevándorló ellenes kampány, van-e egy ilyen kormányzati politika, vagy nincsen. Szerintem egyáltalában nincsen igaza. Nem meglepő tőle, hogy a kormányzatot védi, de hát hogyha visszagondolunk a korábbi írásaira, azok tele vannak rasszista úszítással. Tehát ő maga is részese ennek az egész folyamatnak, hogy most elítéli, mint ahogy a kormány szóvivő is elítélte ezt a támadást, az teljesen természetes, mert szeretnék magukról lemosni ennek a bűnnek a mocskát. De erre szerintem semmi esélyük nincsen.
arra mekkora esély van, ugye az azért látható, hogy, hogy akiben van ilyen cselekedetekre hajlam, azt teljesen el tudom képzelni, hogy mondjuk egy ilyen plakátkampány belőle ezt előhozza, és azt gondolja, hogy hát ha nem is tehet ilyet, de hogy egyébként ugye a társadalom most nagyjából egyetért azzal, hogy ő nem szereti a menekülteket. De annak van esélye, hogy akitől egyébként távol állnak ilyen gondolatok, azokat is idézőjelben megfertőzze ez a dolog. Tehát tud-e ennyire fertőző lenni ez a kampány? Hát abban a tekintetben tud idézőjelben fertőző lenni, hogy hivatalossá válik. Tehát mivel a kormány képviseli, a kormányzati szervezetek, az állami szervezetek képviselik ezt az álláspontot, ez innentől elfogadottá, legitimmé válhat a társadalomban. Tehát akik eleve nem rasszisták, azok is toleránsabbak lesznek a rasszista cselekményekkel szemben, és az embertelenséggel szemben, amit a szegedi bűncselekmény esetén is láthattunk. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Megállítható-e még ez a folyamat? Hát ez csak abban az esetben lenne megállítható, hogyha a kormányzat politikája radikálisan megváltozna, pont az ellenkezőjére, ha a büntetés végrehajtási intézményben, a rendőrségnél és az egyéb közhatalmi szervezeteknél is kiszelektálnák a rasszista, sőt, nyugodtan mondhatom időnként neonáci nézeteket, vallókat, mert semmi helyük ezekben az intézményekben. Pont félig, meddig ide kapcsolódik az a hangsúlyozom, hogy meg nem erősített hírről van szó, de ma reggelre már egyre több hírportál írta azt, hogy az egyik elkövető, a büntetés végrehajtás alkalmazottja lehet. Mennyiben súlyosbítja ez az esetet, amennyiben így van valóban? Sőt, ugye azt is lehetett olvasni, hogy már el is bocsájtották. Van olyan lap, amelyik azt írta, hogy el is bocsájtották. Igen. Hogy már nem a büntetés végrehajtásnál dolgozik. Én szerintem nagyon komolyan súlyosbítja, hiszen az egyik közhatalmi szervezetről van szó, amelynek a feladata éppen a korrekció lenne, ugye, tehát a börtönök feladata normál esetben a korrekció, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése lenne. Na most, hogyha olyan emberek dolgoznak a börtönökben, mint ez az elkövető, vagy gyanúsított, mondjuk inkább így, akkor erre semmi esély nincsen, szerintem. Tehát egyrészt ez súlyosbítja, másrészt meg azt, hogy egy állami szervezet alkalmazottja követte ezt el, aki úgy gondolta, és bizonyosan nincs egyedül ezzel a gondolatával a büntetés végrehajtáson belül, úgy gondolta, hogy ez teljesen normális és helyes cselekedet. Meglehetősen szomorú pont az a gondolat, amivel zártuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Én is köszönöm.